Újabb változások történhetnek a gyermekvédelemben Magyarországon. Egy új alaptörvény módosítás szerint kiskorúak sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén senkinek sem járhatnak egyelem. Vannak, akik szerint új törvények meghozása nem elégséges, az egész gyermekvédelmi rendszert kéne megváltoztatni. Nyilván olyanba, hogy először is maradjon a gyerek a családnál. Családok kapjanak inkább támogatást. Azokra figyelni, hogy megfelelő védelmet tud-e biztosítani maga a család. Aztán, hogyha úgy adódik, hogy valamilyen otthonba kerül, akkor az otthonba lehetőleg biztosítani neki azokat a körülményeket, mint hogyha a családban élne. A jogszabályok szigorítását sokan követelik. Erősíteni kell mindenhogyan a gyermekeknek a védelmét, viszont tiszta módszerekkel. Az, hogy beszélünk róla, nem beszélünk róla, megpróbáljuk elsumákolni, megpróbálunk alájátszani, az én részemről nem elfogadható. A legtöbben egyetértettek abban is, hogy országunkban a gyerekek jelentik a jövőt. Körülményeket, a lakhatási körülményeket, elindítani őket a jövőbe, akár lakással, akár pénzzel, akár mivel, valahol kezdjenek, nincsenek szülők, akik segítsenek nekik. Én úgy gondolom, hogy ez kéne. A gyermekvédelmi intézmények dolgozóival kapcsolatban több párt is a pszichológiai ellenőrzések erősítését szorgalmazza. Ezzel a kezdeményezéssel is több választható egyetértett. Pszichológiai vizsgálat minden gyerekekkel foglalkozó személynél, és fokozott ellenőrzés is. Meg a szülő, egy-két szülőnél is esetleg. A gyermekvédelmi törvények Magyarországon nagymértékben legutóbb 2021-ben módosultak.